Csengőt. Először. Mit próbálunk majd bejutni? Másodszor. És harmadszor is hiába csengetett a demokratikus koalíció két politikusa, senki nem engedte be őket. Mi akkor menjünk, és nézzük meg, jó? Negyedszerre viszont már sikerrel jártak és bejutottak a felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány épületébe. Előre szóltak, hogy jönnek. Azt akarták megtudni, mire költötték a cégek társasági adó felajánlásából származó úgynevezett TAO támogatást. Több mint két éve jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy ki kell adni erről a számlákat. Ezt az alapítvány eddig azért nem tette meg, mert az Emberi Erőforrások Minisztériuma bekérte a dokumentumokat ellenőrzésre. A számlákat az EMMI azóta már visszaadta. A felcsúti utánpótlás nevelésért alapítványhoz az elmúlt 8 évben mintegy 23 milliárd forintnyi TAO támogatás érkezett. Erről a bíróság korábban kimondta, hogy közpénz. Hogy az összeget pontosan mire költötték, továbbra sem tudni. A DK-s politikusoknak ugyanis nem mutatták meg a számlákat. Bejutottunk az alapítvány épületébe, ahol a gazdasági vezetővel tudtunk beszélni, aki azt az információt adta számunkra, hogy az egyik végrehajtó már megkezdte a dokumentumok átvételét, de közben átadta egy másik végrehajtónak, tehát jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ezek a dokumentumok pontosan hol vannak. Az alapítványnál azt is mondták, egyelőre csak egy évnyi dokumentumot adtak át az ítélet betartásáért felelős végrehajtónak. A többit még fénymásolják. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a jogszabályokat be kell tartani. Egy dolgot tudok, ami elvárás Magyarországon mindenkivel szemben, állampolgárokkal és szervezetekkel szemben is, törvényeket be kell tartani, a bírósági döntéseket pedig el kell fogadni. Akkor ön szerint a felcsúti klubnak ki kellene adni a TAO pénzek? A jogszabályokat mindenkinek be kell tartani. A DK politikusai nem érték el az új végrehajtót, de abban bíznak, hogy a héten egyeztethetnek vele a számlák átadásáról.